Iskolánk udvarán a tavalyi évben a Hans Paus Hungária Kft. Jóvoltából elhelyezésre került egy kupakgyűjtő szív, mely a környezettudatosságra nevelés mellett egyéb célokat is szolgál. Az idei évtől a kupakokból származó bevételt hagyományteremtő szándékkal olyan tanulók részére ajánljuk fel, akik szorgalmukkal, magatartásukkal, tanulmányi eredményeikkel, illetve közösségért tett munkájuk miatt vagy szociális helyzetük alapján kiérdemlik a támogatást. Az idei évben a nevelőtestületünk Orsos Eszter részére ítélte meg a támogatást. Megkérném igazgató urat, hogy adja át az erről szóló oklevelet. Bizonyára mindannyiuknak ismerős az a szituáció, mikor hazatérve még a munkahelyi szerepüknek megfelelően élnek, beszélnek, mozognak. Hogy viselkedik otthon egy tanár, vagy egy színházi rendező, esetleg egy meteorológus? A 9. A osztályosok Munkamániások című összeállítása ezekre a kérdésekre ad választ humoros formában. A jelenetek szerzői Aradi Tibor és Varga Ferenc József. A jeleneteket előadják Bedő Korina, Csikvári Tamás, Elek Bálint, Kottán Barbara, Makai Eszter, Mika Sára, Molnár Nagy Tamás, Németh Emese, Tóth Fedóra. A vidám jelenetek után a 70. évforduló alkalmából bemutatott berzsenyi estünk végéhez érünk. Utolsó műsorszámunk, a finálé üzenete az összetartozást, a berzsenyis diákok, szülők, pedagógusok és iskolánk sorsát a szívükön viselők nagy családját, egységét hivatott bemutatni. Az állófogadásra meghívott vendégeinket megkérjük, hogy az est befejeztével legyenek szívesek a gimnázium aulájába átfáradni. Köszönjük, hogy itt voltak, és együtt töltöttük ezt az estét. Életem? Egy pillanat! Erika, hogyha az ügyfelet lejárt a személyigazolványom... Itt vagyok, nem látod? A sót add ide, légy szíves! Sorszámot húztál már? Ha milyen sorszámot? A sót kértem! Jó, egy ügyfelszámot szeretnék kérni. Ha honnan tudjam? 44, 69, 53. Egy pillanat. Zenta János? Igen, Zenta János, és most kérem szépen a sót. Rendben, ahhoz ki kellene tölteni ezt az igénylőlapot, és 3000 forintos okmánybélyeget ráragasztani, csak így tudjuk elfogadni a kérelmét. Na jó, tudod mit? Akkor most leszek Erika. Figyuka, hogyha az ügyfél a sót kéri, akkor mit kell mondani? Általános ügyintézés, lakossági ügyfelek, menüpont. Jó, akkor most ideadnád a bélyegzőt? Ja, a sót, persze, parancsolj! Megjöttem. De hűvös van itt, nem megy a fűtés? Jó estét kívánok! Lakásunk időjárását ma jelentősen befolyásolja, hogy nem lett befizetve a gázszámla. Ahogy ön is láthatja, itt a lakás észak. Észak-keleti részén a napi teendők alatt egy fizess be a csekket felirat látható már körülbelül 2 hete. Ha most a lakás délnyugati pontjára fókuszálunk, láthatjuk, hogy egy igen nagy veszekedést hozó viharban kialakulóban, mely a kifogása egyre megélénkül, és jelentős mennyiségű szitokáradattal érheti el a nappalit. A hőmérséklet...
A hőmérséklet a te szobádban -6 és -2 Celsius fok között alakul, míg a nappaliban sokkal kellemesebb, +26 Celsius fok körüli hőmérsékletet mérhetünk majd, hiszen ma végre felgyújtom azt a rohadt tévét. Könyvet hoztam. Oh, what a beautiful book. Okay, what can you see in the picture? Jutka, nyugodtan beszélj magyarul. In English, please. Már megint kezdik. Okay, so, listen to the tape and repeat, okay? Ugye értjük, mi a feladat? Hogy mi a feladat? Vacsorát kellett volna csinálnod, az a feladat, aranyja. Kellett volna, tehát ugye should have made dinner, yeah. Á, mindegy, már úgy is ettem a hivatalban, de holnap ugye azért lesz vacsora. Yes, we will have a dinner, so tomorrow we will have a dinner, but előtte egy szódolgozat. Szia! Sokan voltak a boltban? Ha ugye előttem álltak 3, mögöttem pedig 4 voltak a sorban. Jaj, Jutka, válaszolj már normálisan. Előbb kiszámoljuk, mennyit fizettem a boltban. Gondolom minden jó drága volt. Ha egy kiló szalámi 3000 forint, akkor mennyit fizettem 40 dekáért, ha tudom, hogy szuper sok kártyával 2%-kal olcsóbb volt az egész. Ugye felírjuk az egyenletet, a szalámit a zárójelbe tesszük. Na jól van, Jutka. Ha mondjuk te 2 méterre állsz tőlem, és én 3-szor kérdezlek normálisan, de te egyszer se tudsz válaszolni, akkor szerinted hány százalék az esély annak, hogy én nem megyek le a kocsmába? Akkor nézzük az egyenletet. Ha 3 napig egy dekát nem főzök, kivel alszol? Két ismeretlennel. Amíg te egész nap a színházadban szórakozol. Elegem van ebből, érted? Unlak! Sokkal jobban haragul. Sokkal jobban. Én nem haragszom, hanem utállak. Érted? Utállak! Gyere magadtól balra egy kicsit. Mit utasítgatsz? Mit utasítgatsz? Ne, hát ne ismételd meg. Elég lesz egyszer is. Elég? Hát nekem is elég. Tudod, hogy mi van? Fogod magad, elhúzol a francba, és fogod a nyomorult szövegkel. Ne, hát ne így sírj, ne így sírj. Hogy sírjak, te barom? A kanapé mellett, ott jobban mutat. Te nem vagy normális, te egy hülye idióta vagy. Jó, ezt a részt húzzuk ki. Na tudod mit? Te húzzál ki innen, te azonnal. Szünet, leállunk. Szabadrugás kifelé. És? Mi az, hogy és? Nincs duma.
nem pofázunk vissza, jó? Én vagyok a játékvezető. Neked elment az eszed. Ha mit mondtál? Játszok vissza. Most meg mit csinálsz? Sárgala, reklamálásért. 12. perc. Hát te nem vagy normális. Ha, mit mondtál? Gyere csak vissza. Piros lap, tessék elhagyni a játékteret. Igen? Oh, ez meg mi volt? Büntetőrúgás. Thank you.
aki tudja, velünk énekelhetik.